Egy nappal vagyunk a választások után, már a végeredményt tudjuk, ugye? Én előtte ilyen beszélgetéseken azt mondtam, hogy a befutó biztos. Tehát előre látható volt a Fidesznek akár a kétharmados győzelme is, ugye, ami már azt mondják, hogy ha 133 a mandátumuk száma a parlamentben, akkor az megvan. Mire alapozom ezt? Hogy a múlt négy év ezelőtti választások, amik voltak, de akkor hajszálon múlt a kétharmad. És most elsősorban köszönhetően a migráns kérdésnek a választási időszak, főleg a Fidesz részéről abszolút túl lett lihegve, vagy szóval nem akarok ezzel bántani semmit, de nagyon vigyáztok minden detailre, hogy ez a győzelem meglegyen. Ami az ellenzék, ami nem egységes, ugye Mélén egységes, egyszerűen egy légvár volt elvárni, hogy ők itt valamikor is labdába tudnak rúgni. Tehát itt könnyű volt megjósolni azt, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége. Tehát az élet megy tovább. Voltak egy választások, Fidesz még jobban beleült a hatalomba. Én azt szokom mondani, hogy ki akadályozza meg ezeket az embereket abban, hogy ne csinálják jól. Lehet, hogy ez egy utópia, amit én mondok, de megvan rá nekik mindenük, hogy jól csinálhatnák. Hogy nem csinálják jól, sajnos ezt én, mint egyén, és még sok mindenki más, mint egyén megakadályozni nem tudja. Ez csak az emberén, a becsületen múlik, hogy hogy áll hozzá igazán ahhoz az eskühöz, amit arra alkotmányra rátette kezét, amikor azt mondta, hogy mindent az ország ér. A magyarországi választásokkal kapcsolatban azt mondtam a végén, hogy a becsület. Most ezzel kezdeném. Itt semmi másról nem szól az egész, mint a becsületről. De úgy látszik, hogy a pénz az sokkal nagyobb fenomén, mint a becsület, hogy ezek az emberek, akik vagy valós, vagy vélt, egyik oldalon, és még a másik oldalon, dolgok föl vannak hozva, hogy a hatalomnak a féltése és a pénznek a féltése oda vezeti az egészet, hogy a becsület az egy a harmadrendű, negyedrendű kérdés lesz. És én itt ezzel van problémám én nekem. Mert ha százszor vegyük nem igaz, vagy százszor igaz, amit a egyik a másikra hány, ugye, és dobál, és amiről arról beszélünk, hogy a csíkon alatt van, mert egy funkcióban lévő miniszterelnök, legyen az bárhol a világon, egy bizonyos területről, amiért ő felel, ne mondja azt, hogy nincs semmi. Ő ne súlyedjön le odáig, hogy az ott élő embereket lenézze. Nincs hozzá joga. Milyen alapon meri azt mondani, az ott élő, becsületesen, sokkal nehéz körülmények között dolgozó emberek, de azt mondja, hogy semmi. Sok. És itt kellene megmutatkozni annak a erőnek, hogy ilyet soha többé funkcióban lévő miniszterelnök nem merjen kimondani. És ne nézze le az ott élő embereket, mert ez több annál, a szavaknál, amit a szavak mind mutatnak, amit ő kimondott. Ezt nem szabad kimondani. És ha kimeri mondani, akkor nem nőtt föl odáig, nem kell velem egyet értem, hogy a mostani miniszterelnök azt mondja rá, hogy milyen betűkkel írta be a nevét a 10 év alatt a Szlovákia történetében. Én vagyok környezetvédelmi szakértő, elsősorban ellenőrzésnek a kérdése a lényeg. Arra vannak hozzá az intézmények, arra van a környezetvédelmi minisztérium. Ugye ez megint összefügg azokkal a problémákkal, amikkel szembesülünk, mit tudom én, a keleti végeken lévő földekkel, a itt megvásárolt, ott megvásárolt, ilyen-olyan dolgokkal, és ez a vízzel is ilyen dolog, ugye. Üzletekbe be lehet menni, ellenőrizni az árut, ugye, vagy a söntésekbe a minőségét, akkor egy olyan valamin, ami a világon kevés van, hogy olyan vízkészlettel ivóvízzel rendelkező terület, mint Csallóközvize, és erre nem vigyázunk. Ez egy probléma. Akkor nem is akármilyen.
Hát hol vannak a kompetens emberek? Hol van a környezetvédelmi minisztérium? Most ezt ha tetszik, ha nem, össze lehet vonni akár a Kalináknak a ügyeivel, meg a környezet. Ha tetszik, ha nem a miniszter úrnak, nem bántam én őtet. De figyeljen, oda kérem tisztelettel. Azért, mert valaki nem képes ellenőrzést tartani, vagy megcsinálni azt, nem a én dolgom, mert én vagyok szakember, de ő dolguk. Hát hogy került itt az oda? Mikor került az oda? Miért van az ottan? Már modern dolgok vannak, vizsgáljuk ki. Nem pedig az, hogy az embereknek ott a hetekig lajtos kocsikbuk, még azt hagyján, ha megcsinálják tisztességesen, ugye hogyan kell, és rendben van téve. De hol van, hova lettek ellenőrzések? És úgy gondolom, hogy az ellenőrzéseknek a hiány nem csak itt fordul, van probléma, hanem akárhol máshol. Ezt csinálják meg először is. Mert ha ellenőrzés lesz tisztességesen, akkor sok mindenki nem engedi meg magának azt, amit ma megenged. Kicsit mérges lettem.